Változik a Start mezőgazdasági közmunkaprogramban megtermelt termények osztásának rendje. Erről a képviselőtestület legutóbbi ülésén döntött. Így hamarosan mintegy 800-an külön kérelem nélkül kapnak egységcsomagot, amelyben burgonya, fokhagyma és vöröshagyma is található. Mintegy 800-an kapnak hamarosan 21 kg-nyi zöldségcsomagot szociális segélyként Dombóváron. A képviselőtestület legutóbbi ülésén ugyanis módosította a Start közmunkaprogramban megtermelt termények osztását. Erről Kiss Béla alpolgármester a Közelkép legutóbbi adásában beszélt. Egyéni kérelmek alapján gondoltuk, vagy gondolta a rendelet alkotó ezt a terménynek a kiosztását, ami az idő rövidsége miatt, a termények állagromlása miatt már nem lehetséges. Ezért konzultálva a szociális iroda dolgozóival, dr. Farkas Szabó Andrással, aki most az aljegyző távol létében ezt a területet felügyeli, úgy gondoltunk, hogy önkormányzati segélyként osztjuk ki a meglévő terményeket, de nem kell egyéni kérelmet beadni mindenkinek, hanem a idei segélyezettek alapból jogosultak, hiszen amikor a segélyt megítélik számukra, akkor jogosultságot vizsgálják, őket kiértesít a hivatal. Módosításokra azért volt szükség, mert 2014. januárjától változott a szociális törvény, amely a természetbeni szociális ellátások nyújtását szabályozza. Ez szerint a mezőgazdasági szolgáltatásokat és juttatásokat, a fokhagyma, burgonya és vöröshagyma pedig ezek közé tartoznak, akkor lehet odaítélni a rászorulóknak, ha a támogatás odaítélésének feltételeit a települési önkormányzat helyi rendeletben lefekteti. Ezért tárgyalták a képviselők két sikertelen próbálkozás után az alakuló ülésen az erre vonatkozó rendelet módosított változatát. A hivatal pénzügyi irodája és a jogi szakértők úgy találták, hogy tekintettel, hogy nem szociális rendelet keretében osztott terményről, magyarul önkormányzati segélyről van szó, ez fölvetheti a járulék fizetési kötelezettséget, és ennek az értékét felszámoljuk, a Városgazdálkodási Kft-t esetleg több millió forintos járulék fizetési kötelezettség terhelte volna abban az esetben, ha nem rendeletben szabályozzuk az osztásnak a körülményeit. Becslések szerint közel 3 millió forint értékben osztották ki a zöldségeket, még az új szociális rendelet megalkotása előtt. A képviselőtestület elképzelése szerint november végére már minden jogosult megkapja a neki járó 1 kg fokhagymát, 15 kg burgonyát és 5 kg vöröshagymát tartalmazó egységcsomagot.